Halleluja! Köszöntök mindenkit sok szeretettel. Kérlek, fordulj oda valakihez is, mondd neki, hogy jó együtt az Úr közösségében. Fantasztikus dolog tényleg együtt lenni, akár a dicsőítés, vagy itt a alkalomvezetés, vagy a kijelentések, a bizonyságok. Tényleg, ahogy az Úr és az ő szelleme munkálkodik bennünk, bennetek, és rajtunk keresztül, az fantasztikus. Fantasztikus. Még egy mondat volt bennem, mielőtt elkezdeném az üzenetet, hogy valóban jó együtt lenni az Úr közösségében, és ez egyébként kiváltság, mert vannak olyan tesók, akik egyéb okokból, amikért imádkoztunk, nem lehetnek itt, vagy nem tudnak itt lenni közöttünk, és az, hogy itt vagyunk együtt az Úr közösségében, és hogy az Úr szelleme ilyen módon munkálkodik, az egy nagy kiváltság. És csak ez volt bennem, hogy kiváltságosak vagyunk, vagy egyes szám első személyben, és mondhatod te is magadban, hogy kiváltságos vagyok, és hogy van egy jutalmazó Istenem. Mert hogyha ezeket a kijelentéseket akár vennénk újra és újra, már maga a kijelentés, hogy kapunk egy látást, vagy egy kijelentést, az maga egy jutalom. Vagy hogy az Úr közösségébe vagyunk és beléphetünk, az akár maga a jutalom. Vagy hogy itt vagyunk, fantasztikus jutalom, nem? Tehát kérlek, mondjuk együtt, egyes szám első személyben, hogy kiváltságos vagyok, és van egy jutalmazó Istenem. Ez a hitnek a beszéde a mai napra. Még egy mondat jutott eszembe, lehet, hogy apának volt egyszer a címe, az üzenetének, vagy az ige hirdetésének a címe, hogy a hit kérdés, létkérdés. Nem? Apa, valami egyszer, vagy nem volt ilyen? Biztos, hogy ha volt, akkor te tőled, mástól nem. Habár fantasztikus hallani a egyházban lévő tesókat, vagy gyülekezeteket, hogy ott is valóban munkálkodik az Úr, és hogy az eklézsia fantasztikus dolog, hogy megtalálhatjuk benne a helyünket. Ezek fantasztikus dolgok. És egyébként a címem az, és igazából folytatom, amit két héttel ezelőtt elkezdtem, hogy eklézsia, és hogy Isten hív. Tehát, hogyha kiírjuk a címet, akkor Eklézsia 2 pont, Eklézsia 2, és hogy Isten hív. Nem tudom, hogy ki volt itt két hete, akkor is szó volt a hitről, ugye Ábrahám kapcsán is beszéltünk, hogy hogyan indult el a kietlenbe, vagy hogyan lépett, ahogy kapott egy kijelentést, egy felhívást, hogy el kell indulni az ismeretlenbe, az idegen földre, az új területre, hogy hitt és engedelmeskedett. És akár, ahogy hallhattuk ezeket a példákat, vagy részeket az igéből, a János leveléből, ott is ezek a személyek hittek és engedelmeskedtek. És sok-sok mindenről volt szó, és csak így felevenítésképpen egy pár gondolat, hogy ugye talán úgy kezdtem, hogy van a te utad, vagy a mi utunk, vagy van elhívásunk közös, a reménységünknek az elhívása, vagy hogy az elhívásunknak a méltósága, ugye ezekről beszéltünk, vagy hogy ott van az a kifürkészhetetlen, kikutathatatlan isteni hívás, vagy cél az életemben, és hogy ezek mind-mind kavarognak az ember életében, és hogy ezeket a akár belső harcokat hogyan vívja meg, és hogyan lesz meg az a belső győzelem, ami majd előbb-utóbb egy külső és egy közös győzelemre is az lesz a folytatása. Tehát ezekről beszéltünk, meg arról, hogy az ő gondolatai, akár az elhívás terén, hogyha csak visszaemlékezünk Ábrahámra, hogy az ő gondolat és az ő útai magasabbak. Ugye ezekről beszéltünk. És ugye beszéltünk arról is, hogy magasabbak, és hogy amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Tehát beszéltünk erről, hogy lehetünk bátrak, mint akár Dániel vagy Józsué, vagy lehetünk a hitben radikálisak. És csak azokat a pár kulcs szavakat, amiket akkor felírtam és megemlítettem, hogy ugye kell, hogy legyen bizonyos helyzetekben radikalitás, vagy struktúra, vagy hogy az elveknek a kérdése, vagy amikor paradigmaváltásra van szükség, vagy kellenek a határok. Kell ezekről beszélni, vagy az alapokról, a munkáról, és kell beszélni, ami nagyon fontos, egyensúlyról. Mert ennek a sok-sok
fogalomnak egy egyensúlyt kell alkotnia az életemben és az elhívásomban. Mert az elhívás kapcsán, amikor Isten hív, nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Hogy ugye tegyetek tanítványá minden népet, vagy hirdessétek az egész hirdessétek az evangéliumot az egész földön. Vagy rengeteg mindenről, hogy Isten mire hív minket, de az egyensúlyra, és ezeknek a fogalmaknak a megfelelő működésének az életemre nézve, vagy az életemben szükség van. És csak pár gondolat még így a folytatás előtt, és ezekhez a fogalmakhoz felzárkóztatva, két dolog foglalkoztatott még így az elhívás kapcsán, vagy hogy Isten hív, és akár az eklézsiára is gondolva, hogy szükség van felismerésre és belátásra. Ezen a két fogalmon gondolkodtam a napokban, vagy az órákban, hogy felismerésre és belátásra szükség van. És e kapcsán az idő jutott az eszembe. Ugye két héttel ezelőtt beszéltünk a döntésekről, az útról, akár hallgassátok vissza, és most pedig bevezetésképpen így a folytatás, az eklézsia, az evangélium, a gyülekezet, az, hogy Isten hív, a szövetség gondolatai előtt, az idő, mint fogalom jutott eszembe, vagy foglalkoztat így az út és a döntések kapcsán. És ugye két dolog rögtön eszembe jutott az igéből, hogy az időnek van alkalmassága és teljessége. Ez egy külön üzenet lehetne az idő, de az biztos, hogy az időnek van alkalmassága és teljessége. Hogyha az alkalmasságra gondolunk, ugye, akkor az ige beszél az üdvösség napjáról, mint az idő alkalmassága. Vagy hogyha az idő teljessége tekintetére gondolunk, akkor az ige beszél arról, hogy elküldte Isten az ő fiát. Tehát felismerés és belátás, ezek nehéz dolgok, de szükség van rá. És hogyha az időre gondolunk, akkor hogy az időnek van alkalmassága és van teljessége. És hogyha az elhívásomra gondolok, hogy az elhívásom melyik időszakban van, vagy hol tart, akkor feltehetem azt a kérdést, hogy van-e felismerésem, van-e belátásom, és hogy az az idő, amiben éppen vagyok, vagy ami előtt állok, az mire alkalmas? Ugye az alkalmas volt-e, vagy minek éppen lesz a teljessége? Ezeket kutatni kell. Ezeket keresni kell. És az idő kapcsán csak egy pár szösszenet, hogy ugye ideje van az aratásnak és a vetésnek. Vagy hogy írja az ige, hogy mindennek rendelt ideje van. És ott rengeteg mindent felsorol. Vagy hogy ugye a Szent Szellem ajándékának a kitöltetésének is volt egy rendelt ideje. És ott várakozni kellett, ott kellett lenni, kész kellett lenni, együtt kellett lenni. Vagy hogy írja az ige, hogy betelt az idő, elközelítetett az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Tehát van az az idő, amikor nincs mese, meg kell térni, és hinni kell az evangéliumban. Az időnek van alkalmassága, van teljessége, nekem ezeket az időket fel kell ismernem, és sok esetben belátásra kell jutnom. Vagy még egy pár ilyen szösszenet, hogy sok idő múlva pedig megjött a szolgák ura, és számadást tartott. Hát a számadásnak is van ideje, nem? Családtagok elmennek nyaralni, rám bízzák a kutyát, a lakást, vagy bármit, az ültetvényt, a palántát, a szép tuját, a rózsákat, vagy meglátogatni a családtagot, vagy átvinni azt. Ugye sok mindennel megbízhatnak. De a lényeg az, hogy sok idő múlva pedig megjött a szolgák ura, és számadást tartott. Ennek is van ideje. Ennek is van ideje. Vagy eszembe jutott még az, hogy egy kevés idő, és nem láttok engem, mondta Jézus. Na most ez is olyan mondat Jézustól, hát, hogy Uram, nem? És utána beszélhetünk az elhívásról, meg akár az eklézsiáról is. Kevés idő, és nem láttok engem.
Vagy nagyon tetszik az, hogy volt idő arra, hogy az asztalhoz telepedjenek. Eljött az idő, az apostolokkal az asztalhoz telepedett. Hát fantasztikus dolog, nem? Van idő az asztalhoz telepedni. Hogy maga, hogyha elgondolod, hogy letelepedni az asztalhoz. Egy család letelepedik az asztalhoz. Ott van mindenki. Úgy legyen ott mindenki. Vagy azt is mondja, hogy eljön az idő, amikor nem példázatokban, hanem nyíltan beszélek az atyáról. Hát ez is olyan, hogy nem példázatokban, mondhatnák a tanítványok, nem? Hogy most... Vagy még egy dolog, vagy kettő, amikor elérkezett az az idő, amelyet Isten Ábrahámnak ígért, és ugye két étele ezelőtt is Ábrahámról volt szó leginkább, meg arról, hogy Isten kihívta az ő népét Egyiptomból, a szolgaság földjéről. És itt is azt látjuk, hogy amikor elérkezett az az idő, amelyet Isten Ábrahámnak ígért, megerősödött és megsokasodott a nép Egyiptomban. Tehát az ígéret. És elérkezett az az idő. Hát sok időt töltöttek Egyiptomban, nem? Sok időt töltöttek. De elérkezett az az idő. Az időnek az alkalmassága, a teljessége, a volta. Vagy az ígéretnek az ideje. Elérkezett, megsokasodott, megerősödött a nép Egyiptomban. Vagy a Róma beliekben, amikor látjuk azt, hogy mert az ígéret szava ez. Ez idő tájban eljövök, és Sárának fia lesz. Hát fantasztikus dolog, nem? Ez idő tájban. És Sárának fia lesz. Az ígéret szava ez. Ez idő tájban. Vagy ugye nagyon érdekes, hogy ugye volt ideje, hogy amikor azt mondta Jézus, hogy beesteledett, bocsássátok el a tömeget, menni kell vacsorázni, este van. De utána másképpen alakult a történet, és volt ideje a megvendégelésnek. Vagy volt ideje a találkozásoknak, a gyógyításoknak, a csodatételeknek, a beszélgetéseknek. És ugye beszél az ige az idők kapcsán különböző dolgokról, üldöztetésről, hamis tanításról, ellenségeskedésről, akár atya-fiú kapcsolatról, vagy arról, hogy vigyázni kell, vagy hogy van a felüdülésnek is ideje, vagy hogy azt mondja, hogy az idő közel van, az eljövendő nem késik, és ugye akár a prófitai beszédekre is gondolhatnánk az idő kapcsán. És az idő mellett általában ilyen szavak állnak, hogy betelt, eljött, kevés, sok, rövidre van szabva, ezek jutottak eszembe. Tehát szükség van a felismerésre és a belátásra. És tudni azt, hogy az időnek, akár az elhíváson kapcsán, vagy az eklézsia tükrében is, az időnek van alkalmassága és van teljessége. És van egy dolog, ami a kulcsa a történetnek. Mármint az én véleményem szerint, hogy ugye telik az idő, és ugye visszagondolva beszéltünk ugye döntésről, útról, stb. Stb. Most bejött még az idő, hogy munkában kell lenni. Most vegyünk egy nagy levegőt, és fújjunk ki, mert a mai napon már sok mindenről volt szó. Ugye veszünk egy nagy levegőt, és kifújjuk, hogy munkában kell lenni. De miért? Mert a Máté 24:46 azt mondja, hogy boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Tehát út, döntések, idő, de a lényeg az, hogy munkában kell lenni. És az nem azt jelenti minden esetben, hogy jövök, megyek, csinálok mindent, mert hogyha egy sportolóra gondolkodunk, akkor a pihenés, a pihenő idő, a regenerációnak az ideje, a szerves része az edzés tervének, az ő munkájának. Tehát a pihenés, a regeneráció az ugyanúgy munka,
mint amikor jövök, megyek, csinálom, edzek kőkeményen. Értitek, ugye? Az izmok pihennek, az ízületek pihennek, a porcokat táplálni kell, a csontokat táplálni kell. Az izomnak memóriája van. Meg kell jegyeznie, és el kell sajátítani a dolgokat. És ugye két héttel ezelőtt jelképekről, vagy képekről is beszéltünk, akár az egyház, vagy a gyülekezet tekintetében, vagy mint az én életemben is ennek a kapcsolatában. Tehát itt van megint az a kép, hogy boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Tegnap néztem a férfi maratonfutásnak az olimpiai döntőjét. Most elkezdtem újra futni, meg egy kicsit sportolni. Rövidebb a hajam is, tehát igyekszem karbantartani magam. Csak hogy a története annak a férfinak, közel 33 éves, aki megnyerte az olimpiai maratonfutásnak a döntőjét, vagy a számát. Neki az a története, nem tudom, olvastátok-e a cikkeket, akkor nem, jó, hogy ő egy tartalékos versenyző volt. Képzétek el, egy tartalékos versenyző volt. Tehát a maratoni futócsapatnak, az etiópiai maratoni futócsapatnak már megvolt az a, nem tudom, 4-5 versenyzője, akik odaállnak a rajthoz, és futni fognak. Ő tartalékos volt. De tartalékos volt. Tehát az azt jelenti, hogy ő egyébként akkor, amikor az a pisztoly eldördül, igazából nem fog futni. Jó, ott van a háttérben tartalékos, de egy tartalékosnak mit kell csinálnia? Készen létben kell lenni. Ugyanúgy dolgoznia kell, ugyanazt elvégzi, de a rajtvonalhoz nem áll oda, és az valószínű, hogy azt jelenti, hogy nem futja le a távot, és nem fog beérni a célba. De ez, aki megnyerte, ez a versenyző, kapott egy hívást, hogy az a versenyző, akit már neveztek, megsérült, és ő bekerült a csapatba, és neki futnia kell. Képzeljétek el. És az ige az így szól, hogy boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Hát gondolj bele, jön a hívás, hogy futnod kell, azért ez egy vágyik rá a sportoló, hogy fusson, nem? Az evangélista vágyik arra, hogy szólja és hirdesse és vesse a magot, Istennek a beszédét. A próféta vágyik arra, hogy kijelentést kapjon, az ismeretbeszédét megkapja, hogy épülés híre legyen másoknak. Ugye? Vágyik arra. Vagy a gyámolító, vagy az adakozó, vagy a pásztorok. A szolgálati ajándékokra is végig mehetnénk. Vagy az apostolok, hogy menjenek. Hogy menjenek, hogy csinálják, hogy új keletkezzen. A lényeg visszatérve a történetre, hogy odaállt a célhoz, a rajthoz, köszönöm, már a következőt akartam mondani, odaállt a rajthoz, és ez a tartalékos versenyző és futó elsőként ért be a célba, és megnyerte. És megnyerte, és nem akárhogy nyerte meg, olimpiai csúccsal nyerte meg. Nem világcsúccsal, de olimpiai csúccsal megnyerte. Egy tartalékos versenyző. És néztem a számot, és tudod, hol dőlt el a verseny? Tudod, hol dőlt el? Az emelkedőn. Mert volt benne két nagyobb emelkedő, az egyik egy ilyen 4+6%-os, és volt egy ilyen 8+10%-os emelkedő, 25 és 30 kilométer tájékán. Körülbelül a távnak a felén túl. És ott dőlt el. Mert odáig egy ilyen 6-7 fős bolyban futottak. És nem ő diktálta egyébként az iramot. De jött az emelkedő, meg volt a ritmusa, lépett, kilépett, és egyszerűen előre tört. És utána jött még egy emelkedő, még nagyobb előnyt szerzett. De ki volt egyébként ez a győztes, mondjuk együtt egy tartalékos versenyző? Aki győztes lett. Olimpiai csúccsal. Munkában volt. És hol dőlt el az ő győzelme? Az emelkedőn. A legnehezebb ponton. A legnehezebb ponton. És aki egyébként a legesélyesebb volt, az képzétek el, feladta.
feladta a versenyt. A legesélyesebbnek tartott versenyző feladta a versenyt. Tehát a boldogság kulcsa mi? Munkában kell lenni. Boldog az a szolga. Munkában kell lenni. Ez a boldogságnak a kulcsa. És ugye idő, döntés, út, ez mind a része a történetnek. De a boldogság kulcsa micsoda? Hogy munkában vagyok. Munkában találtat az én uram. Hát nem fantasztikus dolog? És nem mondhatod azt, hogy nem történik meg. Nem mondhatod azt. A hit, persze, vannak kételyek, de látjuk azt, hogy vannak olyan bizonyságok és történések, amik arra késztetnek és sarkalnak, hogy nem mondhatom azt, hogy nem történhet meg. Mert vannak olyan bizonyságok és történések, amik megtörténtek. És Krisztus is azt mondta, hogy cselekedni fogjátok. Cselekedni fogjátok. Folytatásképpen a üzenetemre térve, még vissza fogunk térni a munkára, meg a boldogságnak a kulcsára, de valahol az Eklézsia kapcsán ott hagytuk abba, hogy Izrael népe szent nép volt, és hogy a szövetség felelősséggel jár és járt, és egyébként Izrael népének, Isten népének, Istent és Istennek a rendeléseit hűségesen kellett követni. És ez hol sikerült, hol nem. És ez egyébként, hogyha az Ószövetséget nézzük, akkor azt látjuk, hogy egyébként Istenről beszélt, mert amikor nem engedelmeskedtek, akkor most értsd jól, jött a büntetés, az ítélet. Valaki elásott valamit, oda veszett minden. Egész család minden. Vagy mondhatnánk példákat. És amikor ugye engedelmesek voltak, jól döntöttek, úton voltak, vagy munkában voltak, akkor viszont jött Istennek az áldása. Tehát amikor én szövetségben járok, és már erről volt szó a bizonyságok tekintetében, akkor én ugye valamit, vagy valakit képviselek. És ugye két héttel ezelőtt volt szó Istennek a tekintélyéről is. Hogy amikor beszélünk az elhívásról, vagy az eklézsiáról, volt ott három pont az elején, akkor ott beszélünk Istennek a tekintélyéről. Beszélünk Istennek a tekintélyéről. És visszatérve, vagy folytatva, fantasztikus dolog az, hogy Isten megígérte az új szövetséget, az új szövetségnek az ígéretét, hogy új szövetséget fog velünk kötni. És ugye nem hiába Ábrahámról és Isten népéről volt szó, és az új szövetségben is fogjuk majd látni, hogy visszakapcsolódunk egyszerűen Ábrahámhoz, de kapcsolódunk Krisztushoz, az egyedüli megváltóhoz, akiben a népek megváltatnak. Fantasztikus dolog. Tehát az, hogy új szövetséget ígért az Úr Jézus Krisztusban, és ezt nem más, mint a názáreti Jézus Krisztusnak a váltságműve hozta el. Jeremiás 31-34-ig olvasom. Eljön az idő. Látjátok az idő? Eljön az idő. Így szól az Úr. Amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával, nem olyan szövetséget, amelyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. Fantasztikus kép, kézen fogva vezetett ki. Mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Én voltam az Uruk. 33. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. 34. vers. Akkor nem tanítja többi egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr. Mert megbocsájtom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Fantasztikus dolog, nem? Mondjuk együtt, hogy a vétkeim megbocsájtottak. Az Úr nem gondol rá többé. Nem gondol rá többé. Fantasztikus dolog. És hogyha odalapozunk a Galatához, akkor látjuk azt folytatásképpen, már is mondom, Galata 3, 8-9, harmadik fejezet, 8. verse.
Mivel pedig előre látta az írás, hogy Isten a népeket hitáltal igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak. Átaladja ráadást a föld minden népe. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Ennek én a részese vagyok. Ez szól az Eklézsiáról, és szól rólam. 9. vers. Ez szerint a hitből valók nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. És itt egyébként van szó a törvényről, meg rengeteg mindenről, a megigazulásról. Ezeket mind-mind mazsolázhatnánk. De láthatjuk azt a 11. versben, hogy 11. versnek a vége, az igaz ember hitből fog élni. Isten beszédeire és törvényeire, igazságaira szükség van. Szükség van. Láthatjuk azt, hogy az igaz ember hitből fog élni. És már Ábrahámnak a 8. versre visszatérve, az evangélium hirdetve lett. És hogyha megnézzük a 14. és a 16. verset, az így szól, azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban népeké legyen, és hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Igen, igen, 16. verstől olvasom. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódainak, és itt Károliba az van, hogy az ő magvának. Nem mondja az írás, és az ő magvainak, vagy utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodról, vagy a magvadról, aki Krisztus. Hát fantasztikus dolog. Az új szövetséget Jézus Krisztus váltságműve hozta el. És hozza el a mai napon is az én és a te életedbe. Fantasztikus dolog. Fantasztikus dolog. És ugye Krisztus is beszél az új szövetségről, hogyha az evangéliumokat megnéznénk, mert azt mondja, hogy az én vérem, vagy hogy e pohár az új szövetségnek a pohara, amely ti érettetek, ontatik ki. Mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Tehát Krisztus tudta. Fantasztikus dolog. Krisztus tudta, és megmondta. És ennek én a részese lehetek. És fantasztikus dolog, amikor a részese vagyok. Pillanat, csak a jegyzeteket itt még átrendezem. Tehát az Ószövetség tükrében ezt a témát most itt fejezném be, de láthatjuk, hogy szó volt szintén Isten népéről és Ábrahámról, és van egy egyedüli megváltó, a nem más, mint Jézus Krisztus. És az Eklézsia szó szerepel az Új Szövetségben egy nagyon fontos helyen, mégpedig a Máté 16. fejezetében. És ez lesz a mai témánk, Máté 16, és beszélhetnénk egyébként az egyetemes egyházról, vagy akár a helyi gyüliről. Máté 16, 15, 18. És itt ugye Péter vallástételéről van szó. Máté 16. fejezete. És a 13. verstől olvasom. Jézus feltesz egy kérdést, kinek mondják az emberek fiát? Jó kérdés, nem? Kinek mondják az emberek fiát? Tehát mondhatnánk azt, vagy tehetnénk fele úgy a kérdést, hogy ők kinek mondják az emberek fiát? Kinek mondják az emberek fiát? Ők. Nem azt mondom, hogy a rajtunk kívülállók, de mondjuk akikkel találkozunk az utcán. Kinek mondják az emberek fiát? Az ember fiát. Kinek mondják? Egyszer tinin feltettek nekem egy kérdést, hogy ugye sok vallás van, hogy is van ez?
És csak arra jutottunk, vagyis azt mondtam neki bátorításul, hogy mit tud Jézus Krisztusról? Vagy ki számodra Jézus Krisztus? És hogyha ismerjük az igét, és tudjuk azt, hogy ki számunkra Jézus Krisztus, és hogyha találkozunk valakivel, vagy valamivel, és látjuk azt, hogy ott mit mondanak Jézus Krisztusról, akkor nagyjából a dolgokat mélegre lehet tenni, és el lehet dönteni, hogy akkor hányadán állnak a dolgok. És arra bátorítottam, hogy nem az kell most per pillanat neked kutatnod, hogy mit mond mondjuk az a vallás, vagy az az irányzat, most különböző fogalmakat is mondhatnánk, hanem hogy te mit tudsz Krisztusról. És amikor találkozol a másik oldallal, akkor mi születik meg benned? Esetleg egy meggyőződés, a hitnek a beszéde, az evangéliumnak az ereje, vagy támad benned valami kétel. De ezért nagyon fontos, hogyha a képekre és a jelképekre visszatérünk, hogy a hívő embernek, aki az Isten elhívásában jár, szüksége van a gyülekezetre és az eklézsiára. Mert ezekben a kérdésekben, vagy hogyha a galatabeliekhez visszalapoznánk, hogy a törvény, a megigazulás, az embernek szüksége van a gyülire, az eklézsiára, Istennek a beszédére. És az eklézsiának, a gyülinek pedig szüksége van Isten elhívottjára, Istennek az emberére. Ez fantasztikus dolog, de itt feljön egy kérdés, hogy kinek mondják az ember fiát. Utána jön a második kérdés, hát ti kinek mondotok engem? Ki számomra ma a názáreti Jézus Krisztus? Ha megkérdezik, mit mondok elő róla? Hát ez kulcskérdés. Ez kulcskérdés. Miért kulcskérdés? Mert látjuk azt, hogy ez a kérdés, nem azt mondom, hogy a boldogság forrása, de hogyha visszatérünk a futóra, hogy boldog az a szolga, itt is azt fogjuk látni, hogy a kijelentésnek a tulajdonosa azt a választ kapja, hogy boldog vagy. Igen. Tehát, hogyha erre a kérdésre, hogy kinek mondasz engem, teszi fel a kérdést Jézus, ha megfelelő választ tudsz adni, akkor nem azt mondom, hogy a boldogság kulcsa megvan, de Jézus azt mondja, hogy boldog vagy. Tehát ez létkérdés, és hitkérdés is egyben. Az a válasz jött, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És nagyon fontos dolog, nem kell odalapozni, hogy ezt a Szent Szellem ugye jelentette ki. 1 Korintus 12:3. Ezért tudtotok radom, hogy senki sem mondja, kettős pont. Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja Jézus Úr, csak is a Szent Lélek által. Beszélhetnénk a nyelvről, vagy annyi mindenről, de láthatjuk azt, hogy az Úrnak a szelleme által mondhatjuk azt, hogy Jézus Úr. Azt mondja az 1 Korintus 12:3. Jézus Úr, csak is a Szent Lélek által mondható. Mondjuk együtt, hogy Jézus Úr. Jézus Úr. Jézus Úr. Hát ti kinek mondotok engem? Azt felelte Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek. Az élő Isten fia, az élő Istennek a fia. És utána jön, látod azt, hogy boldog vagy. Már másodjára jön az, hogy boldog vagy. Boldog az a szolga. Boldog vagy. Ott volt szó a munkáról. Itt van szó a Szent Szellem által való kijelentésről. És ugye jön az a kép, 18. vers, te Péter vagy, és én ezen a kősziklám építem majd fel egyházamat. Volt szó ma már hajóról, de most itt van szó építkezésről. Csak egy rövid szösszenet, hogy most kivettünk otthon egy ablakot, azt beépítettük, és elmentem itong tégláért, és ugye
az volt bennem, hogy én kiválasztom a szép itong téglákat. Tudni kell az, hogy az egy ilyen szilárd, de valamilyen szinten, ahogy az autóba láttam utólag, hogy porózus anyag, tele lett az autó, minden, alig győztem porszívózni. A lényeg az, hogy én elmentem az áruházba, és mondom, kiválasztom a legszebb itongokat, amin nincs sérülés. Így álltam hozzá. A legszebbet kiválasztom, hogy még szinte egy pörcen is se legyen rajta. Viszem a számlát, jön a kiadó munkatárs, munkában volt, jön, nem mondhattam, vagy nem akartam mondani, egyébként is többet vittem, hogy majd én egyedül felpakolok, de a lényeg az, hogy ő nem válogatott. Akkor már gondolkodtam, hogy válogassuk a szépeket ki, nem válogatott. Nem válogatott. Ami jött, úgy adta. De elégre ugyanaz, nem? És láttam, hogy ugye az eleje szép volt, megfordította, ilyen törés van benne, vagy ilyen pörcen is van rajta. Hát mondom, nem hiszem el, még jó, hogy vettem, vagy pár darabba a tartalékba, hogy legyen. De nem válogatott. És az építkezés is, és egyébként utána rájöttem, hogy ahogy a mesterember pakolta be a helyére őket, ő se válogatott. Egyébként nem válogatott. Volt olyat, amit félbevágott, volt olyat, amit keresztbe vágott, minden volt ott, de tényleg. Én meg ott voltam magam, hogy ez szép, vagy ez számomra kitűzött szép tégláimmal. Hát nem hiszem el, hogy mi történik, mondom, hihetetlen. De az biztos, hogy ahol volt egy kis törés, vagy ahol éppen megsérült, vagy elvágta, oda került valami anyag. Az ott be lett kenve. Nagyon tetszett a kép. És itt is építkezésről van szó. Tehát lehet, hogy egy kicsit töröttek vagyunk. Lehet, hogy nagyon szép vagyok. De az biztos, hogy ezek előbb-utóbb egymásba kapaszkodnak. És ahol lehet, hogy van egy kis történés, oda bekerül az anyag. Bekerül az anyag. Mondhatnánk, hogy bekerül a kenet. És itt is nekem kellett egy felismerés és egy belátás, és itt van egy fantasztikus kijelentés, hogy márpedig az egyház az fel fog épülni. Ez nem kérdés, az egyház az fel fog épülni, és utána van még két nagyon fontos kijelentés, amit majd röviden megemlítünk. De az egyház az itt ki van jelentve, hogy fel fog épülni. És a fő kérdés itt az nem az, hogy felépül-e az egyház, hanem hogy én milyen részt vagy munkát veszek ki belőle. Itt ez a kérdés. És látjuk azt, hogy Péter volt a Petrosz. Egy ilyen, mint hogy az a lepörcén, és ilyen, ennyi. De ott van az a Petra, az a tömb, amit nem tudsz megmozdítani. Nem tudod megmozdítani. És ezek a felépülnek a ra. És ezek a felépülve ura egymásba kapaszkodnak. És látjuk azt, hogy miért fontos ez az egymásba kapaszkodás és felépülés, mert van két nagyon fontos dolog, ami az egyház és az én elhívásomnak is a részese, és feladata és küldetése. Az egyik az az, 18. versnek a második része, hogy a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Hát micsoda kijelentés. Volt egy időszak, amikor az egyház életében volt szó különböző űzésekről, kötözésekről, különböző harcokról, és itt is a legfontosabb, az egyik fogalom, ami bejön, amit az elején említettem, az egyensúly. Sok mindenre szükség van, és sok mindent meg kell tenni, de a legfontosabb az egyensúly. E téren is. Mindjárt erre még visszatérünk. A pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Hát nem fantasztikus? Hogy ezen az épületen, ezen az építményen, amiben vannak ezek, meg van Krisztus, a pokol kapui nem diadalmaskodik rajta. A kapuk mögött az ige beszél ajtókról és kapukról. Mik állnak általában? Igen, előtt, mögött, de területek. A kapuk és az ajtók mögött általában területek vannak. Területek vannak. És itt az ige, Krisztus beszél még kulcsokról.
De a lényeg az, hogy a kapuk mögött területek vannak. Na most gondolj bele, vagy az ajtók és a kapuk mögött, hogy a pokol kapui, vagy kapuja mögött azon a területen mik vannak, vagy mik tartózkodhatnak. Hát, fájó dolgok, akár a mai napon is, nem? Azon a területen. Ez olyan, mint tudod, amikor jön a farkas. Egy kicsit így, és én vagyok egyébként, egy kicsit így, és már kapun túl vagyok bent a területen. A nagy sáros fertőbe, akár, ahogy Dávid is mondja, vagy a pusztulás gödrében. De itt lényeg az, most a bátorítás, hogy a pokol kapui nem vesznek rajta diadalmat. Tehát két képet szeretnék behozni, hogy beszélhetünk a védekező egyházról, vagy az én elhívásom tekintetében a védekezésnek az idejéről, vagy a támadás folytató egyházról, vagy amikor éppen támadást folytatok, a pokol, vagy a halálnak a fogvatartó erői ellen, a gonosz fejedelmek ellen. És itt is kell egy egyensúly. Nem lehetünk csak kizárólagosak. Van, amikor valóban az egyháznak nincs mese, védekeznie kell. És tartania kell a kaput, az ajtót, hogy egyszerűen ne törjenek be. De van az a helyzet, amikor az egyház fogja meg a faltörő kost, most értsétek jól, ragadja meg az igét, és egyszerűen a pokolnak a kapuit döngeti. És addig döngeti azt a kaput, amíg az a kapu át nem szakad. És a kihívottak, az elhívottak, azok a nagy szegletkővel egyszerűen döngetik a kaput, a pokolnak a kapuját. És bejutnak a területre, és a fogvatartottakat kiragadják. És a pokol kapui nem vehetnek diadalmat. Nem vehetnek diadalmat. Mert a kihívottak, az elhívottak együtt az eklézsiával egyszerűen harcolnak. És van az az idő, amikor támadást indítanak. És a sátán nem fogja tudni sem feltartóztatni, sem szembeszegülni, ha bár lehet, hogy megpróbál, de még hogyha követeli is vissza, Isten számára a kihívottak és az egyház megmenti azokat az embereket, akik a halál hatalmában, akár a kapu mögött, vagy a kapu előtt tartózkodnak. Ez egy nehéz, de csodálatos küldetés. Ez egy munka. És láthatjuk azt, hogyha az egyház felépül, mert azt mondja, hogy én felépítem, akkor felírtam és bekereteztem, hogy Krisztus kegyelme az, és ezekben a helyzetekben mondhatjuk, és azt kell mondanunk, hogy elég nekünk a te kegyelmet, hogy az egyház véghez viszi Isten céljait a földön. Isten akarata meg lesz. Az időnek van teljesség és alkalmatossága. Szerintem mára nagyjából eddig jutottunk. És ugye Krisztusra visszatérve, és az egész képhez, vagy a szegletkőhöz visszatérve, hogy az evangélium szilárd alapja az egyháznak, és másrészt a mozgató ereje is. Mondjuk együtt, hogy az evangélium szilárd alapja az egyháznak, és másrészt a mozgató ereje is. Az én életemnek az evangélium az alapja, Krisztus az alapja, és a mozgató ereje is. És itt még van szó a 19. versben kulcsokról. Van szó kulcsokról. Ugye amikor valakihez mondjuk vendégségben mész, belépsz az ajtón, megmutatja mi hol van, vagy elmész nyaralni, akkor az a hely, az a hely, az a terület, értsd jól, a tiéd. Az a tiéd. Te rendelkezel vele. Nem így van? A szobáddal te rendelkezel. Te rendelkezel a szobáddal. A házaddal te rendelkezel? Most ez értsd jól a kérdést. Te rendelkezel. És itt is ezek a kulcsok, most csak így röviden, képiesen,
Ugye beszéltünk Isten tekintélyéről, amikor Isten jelenlétében is tekintélyében vagy. Közösségben vagy vele, mert az elhívás mire szól? A vele való közösségre. És az úton sok minden történik. És amikor ott vagy, mondjuk egy vendégségben, vagy egy nyaraláson, akkor nem kérdés, hogy azt a kilincset használd. Vagy valakinél vendégségben vagy, elmész egy helyre, nem kérdés, hogy a kulcsot használod. Vagy nem kérdés, hogy este vagy reggel kinyitod, bezárod, de ugye ezek nem kérdések. És amikor Isten jelenlétében vagyunk, és mondjuk imádkozunk, vagy erőt veszünk, akkor nem kérdés, hogy bizonyos kulcsokat egyszerűen lehet, hogy fel se fogjuk, de használunk. De használunk. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is. És amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Hát fantasztikus dolog. És ez abból fakad, hogy én közösségben vagyok az Úrral. És egyszerűen azokat a kulcsokat lehet, hogy eszedben nincs, de amikor imádkozol, amikor megvallasz valamit, akkor azt használod. De ehhez az kell, hogy ott legyél abban a jelenlétben. Hogy a megfelelő kapu mögött legyél. A megfelelő ajtó mögött, a megfelelő területen legyél. És ugye látjuk még azt is, hogy a gyülekezeteknek, hogyha oda lapoznánk a Jelenések könyvéhez, különböző elhívásaik és feladataik vannak. De a cél az ugyanaz egyébként. A cél az ugyanaz egyébként. Az ugyanaz, de a feladatok, a felhívások, az egyébként gyülekezetenként más. De a cél, a jutalom, az egyébként az ugyanaz. Csodálatos. De a kulcsokat, hogy tud használni, annak az a kulcsa, hogy felismerd őt, dolgokat beláss, közel legyél, és az ő jelenlétében legyél. És hogyha a szegletkő, az élő kövekkel ezeket az igéket nem volt idő már megnézni, találkozik, egyé válik, akkor Istennek a tekintélyét fogod tudni használni. És a kulcs egyébként az Istennek a tekintélye. Istennek a tekintélye. Az ereje. És itt felírtam pontokat, de ezeket már nem nézzük meg. Tehát bátorítani szeretnélek arra, hogy a boldogságnak, most nem elviccelni akarom, de van kulcsa a boldogságnak. És nem is világiasan akarom mondani, hanem biblikusan, hogy a boldogságnak van kulcsa. Van kulcsa a boldogságodnak. Van kulcsa a boldogságodnak. Van kulcsa. A boldogság az munkával jár, és építkezéssel. A megfelelő kapcsolódásokkal, a megfelelő és egyensúlyban lévő harcokkal, és a megfelelő kulcsoknak a használatával. Erről szól. És lehet, hogy egyénenként, vagy gyülekezetenként a feladatok, vagy a figyelmeztetések eltérőek, de az elhívás és a cél az ugyanaz. Hogy az egyház az felépüljön. Mert ugye láttuk, hogy még egy kevés idő, vagy eljön az idő, és várjuk az időt, ugye? Várjuk az időt. Úr Jézus, köszönöm, hogy megragadhatunk téged is. Te látod a harcainkat. Te látod, hogy milyen idők közepette vagyunk. És én most azért imádkozok, hogy a Szent Szellem által, ahogy Péternek is, te adja számunkra kijelentést. Te adja számunkra kijelentést, meggyőződést. Add, Uram, hogy ahogy Ábrahám el tudott indulni, úgy mi is el tudjunk indulni. Hitben és engedelmességben. Az Úr Jézus nevében. És add, Uram, hogy valóban az építkezés az te rólad szóljon. Te rólad szóljon, és téged tükrözön vissza. És köszönjük, Uram, a mai napon is a te kegyelmedet, köszönjük a te kenetedet, és köszönjük, Uram, hogy személyválogatás nélküli Úr vagy. És legyek bármilyen anyag, vagy tégla, vagy kövecske, te hívsz, hogy részesen legyek a te egyházadnak.
És Uram, így köszönöm, hogy megvallhatjuk, hogy elég nekem, elég nekünk a Te kegyelmed. És hogy a Te erődre van szükségünk, a Te tekintélyedre van szükségünk az Úr Jézus nevében. Amen.